Hogy mi történik a kivett hajszálakkal, arról is nem sokára fog nekem beszélni dr. Szabó Zsanett, hiszen éppen kivesz néhány graftot egy férfi tarkójából a szomszédhelységben. De egyáltalán mi az a graft? Ez is kiderül mindjárt. Milyen gyorsan gyógyulnak majd be ezek a hátsó sebecskék? Hát már a műtét végére egyébként elkezdenek összehúzódni, úgyhogy már akkor kisebbek, mint a mostani állapotukban, és akkor az első egy héten ugye még pörkös, akkor a pörköket szépen le kell tisztítani, és de akkor már szépen hámosodik az első héten, és az első hét végén ugye már nő is a hajt hátul, ami ott maradt mellette, úgyhogy akkor már szépen takarja. Legtöbb kérdés, amit kaptam a Facebookon a videóim alatt, hogy és akkor hátul teljesen kopasz lesz a fejed? Nem, ezt egyébként mi is tőlünk is sokszor megkérdezik, hogy hátul kopasz lesz-e a terület. Nem lesz kopasz a terület, ugye. A hajat lenyírjuk 1 milliméteresnél, hölgyeknél ugye ablakot vágunk, férfiaknál meg ugye az egész területnél lenyírjuk 1 milliméteresre, és ezeket az 1 milliméteres hajszálakat szedjük ki, viszont nem egymás mellett az összeset, hanem elszórva ezekkel a 0,9 mm átmérő eszközzel, szóval egy nagyon kis pici pötty lesz ott, ami szépen még összehúzódik, besebesedik, és a mellette lévő hajszálak azok takarják. Attól függően, hogy hány hajszálat kell kivennünk, változik, hogy hányadik hagymát vesszük ki, szóval, hogyha nagyobb hajszálszámmal dolgozunk, akkor sűrűbben szedjük, ha kisebb hajszálszámmal, akkor minden negyediket körülbelül, úgyhogy abszolút egyénre van szabva mindig, illetve hogyha valakinek jó nagyon az arányos, sok hajszál van egy hajszálegységbe, akkor is sűrűbben lehet szedni, ha valakinek kevésbé jó, tehát vagy vékonyabb szálú a haja, akkor szintén kevésbé szedjük sűrűre. A hajszálakat, amiket kiveszek, azokat mindig kolléganőim a mikroszkóp alatt megnézik, megszámolják pontosan, hogy hány hajszálegységet szedtem ki, illetve hajszálegységenként, hogy hány hajszál van az adott hajszálegységbe. Ezeket mind dokumentálják, illetve a graftoknak a tisztítását végzik, és a hajszálakat szám szerint csoportosítják egy petri csészébe, attól függően, hogy utána hova történik a beültetés. Egy graft körülbelül 24 óráig életképes, viszont ez alatt az időtartam alatt is fontos, hogy ne csak valahova lerakjuk, hanem hogy vigyázzunk rájuk, bizonyos mechanikai traumákra nagyon érzékenyek, illetve a hőmérsékletre, ezért mindig egy jégakun tároljuk a petri csészét, illetve ami nagyon fontos szintén, hogy megfelelő oldatban legyenek tárolva, mert ha dehidratálódnak, szóval kiszáradnak a graftok, az is szintén veszélyezteti az életképességüket, ezért folyamatosan egy hűvösebb környezetben, folyadékban tároljuk őket. Egy nap alatt általában 3-4 ezer hajszálat szoktunk átültetni, hogyha valakinek ennél többre van szüksége, akkor már a kétnapos beavatkozást javasoljuk, és akkor két egymás követő napon történik meg maga a kivétel, illetve a beültetés. Úgyhogy minden nap történik kivétel, illetve beültetés is, ahogy mondtam, mivel a hajszálak 24 óráig lennének életképesek. Ezért, amit aznap kiveszünk, azt aznap be is rakjuk.